lehet tesz néhány kitörőt, de aztán sokszor visszatér oda, ami 10 évesen érdekelte. Jó estét kívánok! Ezt ma esti vendégem mondta korábban, hogy magáról beszélte, vagy csak úgy általános bölcsességként fogalmazta meg, ezt nem tudom, de meg fogom tőle kérdezni, ahogy azt is, hogyha választania kellene, akkor mi maradna a kezében, golfütő vagy fakanál? És nagyon sok kérdést fel fogok tenni neki, már ha engedi, mert hogy van egy olyan benyomásom vele kapcsolatban, hogy van rajta egy gomb, amit hogyha benyomnak, akkor megállás nélkül beszél. Mondjuk hála Istennek jókat mond, bár ez is relatív, mert hogy a heti heteses megnyilvánulása után nem mindenki tapsolt örömében. Viszont önök itt ma ne fogják vissza semmiképpen sem magukat, de mielőtt behívnám, nézzük meg, hogy mit válaszolt Hajdú Steve a villám kérdéseinkre. Baholy vagy pacsirta típus vagy? Én inkább pacsirta vagyok, de olyan pacsirta, akit meg tud enni egy bagoly. Kávé vagy tea? Mindenképpen kávézom. Kávéfüggő vagyok. Régen meg tudtam inni 6-7-et, ma már csak reggel meg este iszom. Mivel indítod a napodat? Kávéval. Este bor vagy sör? Vagy semmi. Egyszerűen annyira leszoktam az alkoholról, hogy már úgy kell rábeszélni, hogy ígyak meg egy pohár bort vagy egy sört, de hogyha nagyon-nagyon nekiveselkedek, akkor inkább egy jó hideg gyöngyöző sör. Félig tele vagy, félig üres a poharad? Nekem félig teli. Abszolút optimista ember vagyok, úgyhogy még hogyha 3/4 üres, akkor is azt mondom, hogy 1/4 tele van. Marhapörkölt vagy languszta? Languszta, mert megpróbálok vegetáriánus lenni. Még nem nagyon sikerült, 2 napja csinálom, de languszta. Mi a mobilod háttérképe? A feleségem, de gyerekkorában. Kit hívsz, ha baj van? A feleségemet. De ha vele van baj, akkor is őt hívom. Mit nézel meg először egy nőn? A szemét. Már nem úgy, hogy a szemét, hanem azt a szempárt, ami az arcán van. Ha nő lennél, ki lennél? Julia Roberts vagy Barbara Streisand? Inkább Julia Roberts. Na akkor egész nap fogdoshatnám a melleimet. Mi a kedvenc időpocsékoló tevékenységed? Golfozás. Golfozni szeretek nagyon, és a legtöbb szabad időmet arra áldozom. Melyik könyvet olvastad a legtöbbször? Szerintem a 14 karátos autót Rejtő Jenőtől. Mi volt az életedben a legjobb tanács, amit kaptál? Azt talán édesapámtól kaptam, hogy kisfiam, akkor higgyél nőnek, ha ló legel a sírján. És valahol azért volt igazság benne. A Prizó vendége Hajdú Steve. Hello, köszönöm, jó estét. Hello, drága, üljen le, foglal helyet. Szia. Köszönöm, jó estét. Te figyelj, mi volt ez a duma? A ló legel a sírján a nőnek? Nem, ez nem apukám mondta ezt egyébként, hanem valahol olvastam ilyen vicces összeállításban. Egyébként az a furcsa, milyen aktualitása van. Játszottunk a Víg Színházba 10 évvel ezelőtt egy előadást, Lóvá tett lovagok volt a címe, és nekem volt egy végszavam, pontosabban a Tahitót Laci adta a végszót, hogy mondta a bölcs Páter. És nem volt semmi, nekem nem kellett volna befejeznem a szerepem szerint, de mindig hozzátettem, még a Laci kivárta azt a tempót, hogy el tudjak mondani egy utolsó mondatot, és emlékszem, ez az első improvizációm az volt, hogy a Tahitót Laci azt mondta, hogy mit mondott a bölcs Páter, és én így hirtelen rávágtam, hogy akkor higgyél nőnek, ha ló legel a sírján. Úgyhogy ez onnan van, ez az emlék, vagy ez a mondat, nem apukám mondta, úgyhogy ilyet soha nem mondanék magamtól. Inkább azt a tanácsot mondanám, hogy élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egy nap azt veszed észre, hogy a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátad. Jó, de azért nem úszod meg ezt a nős témát, mert utána volt egy mellékmondatod, ami azt tartalmazta, hogy azért ebben van igazság. Ezek szerintem megégetted magadat? Nem, hál' Istennek ilyen szerencsés voltam a nőkkel, hogy megégetni soha nem égettem meg magam, mert leráztam magamról. Lehet, hogy meg akartak égetni, de nem, nagyon-nagyon szerencsés alkat vagyok.
olyan vagyok, mint az aranyhal, elfelejtem, hogyha valaki meg akar égetni, vagy megégettem magam, akkor egy kicsit így hárítok, hogy nem, biztos, hogy így volt, ez jó. A feleségeddel idén fogjátok a 15. házassági évfordulótokat ünnepelni, ő például mivel vett le téged a lábadról? A nyelvtudásával, hogy, hogy jobban tud angolul, mint te? Hogy jobban beszél angolul, és magyarul szinte semmit nem beszélt. Úgyhogy volt egy közös nyelv, az alkohol nyelve, mert hogyha megfigyeltem, hogyha megiszik az ember ilyen 5-6 italt, akkor úgy minden nyelven tud beszélni. Most horvátul beszél. És ha a másik is megiszik 5-6 italt, akkor ő is tud válaszolni. Úgyhogy én így udvaroltam a feleségemnek, majd gondold el, hogy így vettem le a lábáról. Hát figyelj, valamit nagyon tudsz különben köztünk szólva. Azt mondtad, hogy most horvátul mondtál valamit, de én úgy tudom, hogy te japánul is tudnál mondani valamit, mert hogy voltál Japánban, akkor azt most próbáld elmondani nekünk. Boku wa saisho haji metekoro kirai na seifuku kite, jiten shani no tatoki wa ureshikata jibun ga fusaru no wakamono ni natta tsumori de imasu, kokoro no naka de wa jiman shiteru nda, saite haiyo. Köszönöm szépen. Akkor most kérünk szépen egy magyar fordítás ehhez. Ez egy szépernő darab. Ból volt, azt hiszem a Május című, a Messenger Boy, az üzenet küldő fiúnak a szövege, és az történt, hogy debreceni születésű vagyok, és Debrecenben Pincés Pista, akit japánul Pincsuszánnak hívnak, nagyon jó kapcsolatot ápol a Toyama városi amatőr színjátszó csoporttal, Pista éppen most van 55-ére kint Japánban, ebből az 55-ből egyszer én is kint voltam, egy feltétele volt, hogy magoljam be, tanuljam meg ezt a monológot, ennek már jó régen volt a ideje, amikor ez megtörtént, és milyen furcsa, hogyha betanulja az ember értelmetlenül, mai napig eszébe van. Sok szerepem, amit megtanultam, már nem tudnék idézni belőle, de ez valahogy a hülyeség megmarad, meg lehet vele villogni. Sikerült egyébként, ez füle hallható volt. Egyébként te könnyen felejtesz szöveget? Tehát vannak... Igen. Tényleg? Igen. Na a kérdést is elfelejted. Nem, nehezen tanulom meg a szöveget, aha, viszont nagyon, nagyon nehezen felejtem el. Tehát nekem nem kell azt csinálni, mint a színpadon, vagy a színpadra lépés előtt a kollégáimnak soknak, hogy nem akarok neveket mondani, de a Csonka Bandi ilyen, hogy előtte még átnézi, már százszor ment az előadás, mondom, Bandi, hol az izgalom, hogy lehet, hogy nem ugyanazt mondod, mint ami oda van írva. Nem olyan nincs. És a Bandi egy kicsit ilyen lektor, hogy ellenőrzi, hogy a többiek mit mondanak. Várjál, ott volt egy plusz és, azt nem szabad bemondani. Mondom, Bandi, hát nagy hévbe elfelejti az ember. De egyébként sűrűn szoktál improvizálni itt ebben a nagy hévben? Nem. Amit a rendező beállít, azt nagyjából az van. Amikor nézi, akkor azt játsszuk. Amikor nem nézi, akkor néha-néha egy picit bele bonyolódunk egy-két ilyen improvizatív részbe, de akkor a rendező asszisztense, aki mindig nézi a darabot, akkor bekopog az öltözőbe, és azt mondja, hogy máskor ne csináljam már ezt. Én megígérem, de valahogy a kis ördög mindig benne van az ember, vagy mi lenne, hogyha bemondanám. Bemondom. Mindig bemondom. De alapvetően azért szerintem te egy fegyelmezett ember vagy, nem? Tehát ez azért abszolút. Csak a látszat az, hogy vagy? Persze. Nem, fegyelmezetten vezetek, fegyelmezetten takarítok, fegyelmezetten mosogatok. Néha a színház nekem az egy picit olyan, hogy valahogy ilyen más állapotba kerül az ember, és a kis ördög az a kis bizonyos, hogy valami kéne, hogy jobb legyen. Lehet, hogy nem lesz jobb, de én úgy érzem, hogy hú, ha most mindenki nevetett egyszerre, akkor ez sokkal jobb. Utána a rendező vagy az asszisztens letol, hogy hülye vagy, ez nem volt jó, ízléstelen volt, rossz volt, de mégis a lelkem valahogy úgy volt, hogy megcsináltam. Mondod, hogy fegyelmezetten takarítasz, meg fegyelmezetten mosogatsz, ezt most kivételesen azt gondolom, hogy nem viccelsz, hanem tényleg csinálod ezt otthon. Igen. Tehát akkor viszont valamit nagyon tud a feleséged, akkor most erről mesélje, hogy mit... Hát takarítani tud nagyon. Nem, én minden másnap egyébként takarítok, húsvét meg karácsony másnap. Ja. Tehát ekkor szoktam takarítani, inkább segítek. Tehát emlékszem, fiatal házas voltam, és kértem a feleségemet, hogy... Mert ahogy otthon láttam, ugye az olvasókönyvben az van, anya főz, takarít, mosogat, apa újságot olvas. Úgyhogy én olvastam az újságot, és mondtam a feleségemnek, hogy vasald már ki az ingemet. Kivasaltad, de olyan furcsán hamar kész lett.
Mert otthon azt láttam, hogy anyám vasal, reggel elkezdi és estig vasal. Az a vasalás, hogy meg két perc alatt kész volt, és mint egy fiatal férj, hogy nem jó. Hát ez nem jó, hát gyűrött még. És erre nem az volt, hogy a feleségem visszavitte és kivasalta volna, hanem annyit mondott, akkor vasalt ki te! Azóta vasalok. Tehát ez 17 éve volt. Úgyhogy... De hogy megy nálatok egyébként tényleg a kommunikáció? Most már megtanultál annyira angolul, hogy mindent el tudsz mondani nekem, amit akarsz? Hát gyakorlatilag anyanyelvi szinten beszélek angolul, ahogy az édesanyám. Hát, sehogy. De ő viszont nagyon jól beszél magyarul. Nagyon, aha. Nagyon. Nagyon. A tájszólás egyébként az a kedvence, tehát már annyira tudja 15 év után, hogy ez a debreceni tájszólás, ami nekünk van, azt ugye Debrecenben, nem tudom, te pesti vagy, igen, ugye? Aha. De Debrecenben a T-betűket mondjuk egy kicsit, tehát amikor mi hazamegyünk és apukámmal beszélgetek, akkor az a szöveg, hogy te Tóth-Ottó égtetőteret építettek? Ugye ez azt jelenti, hogy Tóth-Ottó égtetőteret építettek. És akkor apám mondja, hát a Tóth-Ottó az igaz, de a tetőteret te találtad ki. Úgyhogy így beszélgetünk, és a feleségem nagyon-nagyon meg akarja fejteni ezeket a debreceni tájszólásokat. Egyszer például a rádióba így mentünk kocsival, a rádióba szólt egy horvát Charlie szám, feleségem és az én kedvenc előadóm, és egyszer csak a feleségem mondja, várjál már, Charlie debreceni. Mi van? Hogy a horvát Charlie biztos debreceni. Hogy lenne debreceni? Mert most énekelte, hogy kifizettem a számlát, többet adtam, mint a miá. Még a mai napig mindig olyan szerelemmel, meg olyan szenvedéllyel beszélsz a feleségedről, ami azért elég ritka. Tehát igen, nem olyan... de színész vagyok. Ja, tehát... A hazugság a szakmám. De egyébként tényleg nagyon-nagyon szeretem, és boldog vagyok vele, most is itt ül ott a harmadik sorba, szia. Nem akar integetni. Jó van. Azt tettem fel kérdésnek, amikor még kim voltál a függöny mögött, hogy ha kellene választanod, akkor mi maradna a kezedben, fakanál vagy golfütő? Hát nagyon jó kérdés. Gitár maradna, tehát vagy kitenném, vagy elcserélném gitára, gitározás is nagyon közel áll a szívemhez, de őszintén mondom, a golf. Ez egy olyan adomány az életbe. Most mindenki azt hiszi, hogy a golf az egy drága, snob játék, és igaza van. Teljesen igaza van, de lehet csinálni tömegsportként is. Angliába például, vagy a környező országokba, már szlovákoknál is, Ausztriába is, ez rekreáció, tömegsport. Azt jelenti, hogy az ember sétálgat a zöldbe 5-6 kilométert, közben elütöget egy fém ütővel egy kis fehér labdát, aminek gyakorlatilag semmi értelme, mert utána kell menni. De jó társaságban van az ember, jó levegőn, és hogyha egy-egy ütés úgy sikerül, hogy egy ilyen hangvilla megpendül az emberbe, mert bennem szokott, akkor mindig van egy következő vágy, hogy jaj, de jó lenne még egyszer így eltalálni. Úgyhogy ezt keresem mindig, minden szabadidőmet erre. De van neked elég sok szabadidőt különben erre? Azért egy 9 szakaszos pályát, ami a 18-nak a fele, egy ilyen kis gyakorló pályát 2 óra, 1,5 óra alatt le lehet játszani, úgyhogy én néha próba előtt 7:30-ra kimegyek erre a golfpályára, ami nincs messze Budapesttől, repülővel kell menni, de le lehet játszani 1,5 óra alatt, és egyszerűen próbára már úgy megyek be, hogy halálfáradt vagyok. Tehát nem tudok koncentrálni, de legalább föl vagyok töltődve energiával. Ugye mondtad, hogy debreceni fiú vagy, de hogy lesz egy debreceni fiúból Hajdu Steve, hogy aztán ez ne hangozzon azért annyira nagyképű? Igen, ez picit nagyképű, és nem, én Hajdu István vagyok, úgy vagyok beírva a személyigazolványomba, középiskolában ugye angol órán, bár nem tudok angolul, de angol órára jártam, ki kellett írni a saját nevünket, a magyar nevünknek az angol megfelelőjét. Hát én egyből kiírtam, hogy Joe. Utána szóltak, hogy nem, az Istvánnak nem Joe, addig azt hittem, hogy Joe a angol megfelelője, hanem Steve, legyek Steve. Úgyhogy kiírtam, hogy Steve, és akkor az osztálytársaim elkezdtek Steve-nek szólítani, sőt volt felettem járt egy másik, ő is Steve volt, ő volt a Bagdi Steve, én a Hajdu Steve voltam, úgyhogy jól el voltunk a suliba, de mivel ilyen drámatagozatos gimnáziumba jártam, már volt előttem egy fiatal ember, akit fölvettek akkor a színművészeti főiskolára, Molnár Péternek hívják, ma már Kálói Molnár Péter,
És a Péter, mikor jelentkeztem a főiskolára, és túljutottam az első rostán, akkor ott már mondta a többieknek, nagyon jó PR szakember, senki nem tudta, hogy ki az a Hajdú Steve, de a Péter mindenkihez oda ment, hogy a Steve túljutott az első rostán. Mindenki, hú, de jó, ki az? Ki az? Steve túljutott a második, hú, de jó, haj, hú. Steve harmadik, fölvették, de jó. Úgyhogy mire én már a főiskolára mentem, akkor mi? Hát te vagy a Steve? Igen. A Kálói Molnár Peti elterjesztette, úgyhogy tudjuk, hogy Steve-nek kell hívni. És akkor valahogy így a becenév átragadt ilyen művésznévvé. Jó, egy kicsit túlzás a művész, de azért né. De ha mondjuk rendelőintézetben ülsz, és hívják Hajdú Istvánt, akkor azért fölállsz? Tehát azért persze, hallgatsz rá? Persze, én úgy is mutatkozom be, hogy szia, Hajdú István vagyok. Nem szoktam Hajdú Steve-ként bemutatkozni. Nagyon nagy képűnek tartom egyébként, de valahogy rám ragadt. Az igaz, hogy a középiskolában volt olyan év, hogy te 7-8 tantárgyból is megbuktál? De csak fél évkor. Ja. Csak fél évkor. Fél évkor volt, és 8, az első 8 az volt. De úgy gondoltam, ha kettőből bukok, akkor apám fölpofoz, és azt mondja, hát te hülye vagy. De amikor meglátta, hogy 8-ból, gyakorlatilag újraélesztettem, és örült, hogy él. De akkor ebből a szempontból viszont biztos, hogy mondhatjuk, hogy kényszerpálya volt a színészet, mert nem nagyon tudtál volna más felé elindulni, semmi nem? Más. Hát úgy volt az amatőr színjátszó csoportban is a szereposztás, hogy az játszotta a főszerepet, aki minél többet bukott. Tehát állandóan én voltam a főszereplő, tehát senki a nyomomban nem jött, de gyakorlatilag mindenki bukdácsolt. Akkor indult ez a drámatagozatos gimnázium Debrecenbe, és még nem tudták, hogy hogy kell. Az én történelem tanárom Rózsavölgyi Gábor, ma már a iskolának az igazgatója, pár évre rá, hogy már színész lettem, mit tudom, 10 éve, találkoztam a adisokkal, és akkor a Rózsavölgyi tanár úr, igazgató úr mondta, hogy ne haragudj már, te tényleg bocsánatot kérek a tanári kar nevébe, hogy 8-ból megbuktattunk fél évkor, évvégén meg 6-ból meg, hogy osztályt kellett. Mondom, jó van, ne, ha hagyjad már, most kezdem el felejteni, most föltéped a sebeket. Nem mondja, de tényleg, mert nem tudtuk, még akkor indult a gimnázium, hogy veletek egy kicsit azért máshogy kell. Nézd, itt van ez a gyerek, egy diák ott ül, itt van ez a gyerek, ugyanolyan hülye, mint te vagy, mégis le tudott érettségizni. Úgyhogy fölmentettek ebből a szempontból. Kaptam egy érettségit persze az Ecserin. És akkor egyértelmű volt, hogy akkor a színművészetére fogsz felvételizni. Hát, tehát már nem hova volt már máshova. Aha. Tehát most az óvtam volna egyébként a, nem tudom, a orvosira vagy jogira. Hát ott tudni kell valamit. Itt viszont 10 verset, 5 monológot és 3 dalt tudni kellett. Ugye alapból tudtam 3 dalt. Akkor már megyek, az 5 monológból tudtam úgy nagyjából 3-at, ha 2-be belekérdeznek, majd improvizálok, és 15 verset meg bármikor megtanul az ember, ha 4 sorosak azok. Egyébként a felvételén, mikor először voltam, a Kálai Feri bácsi, Kálai Ferenc volt az első rostán a felvételiztető, egy pici színpadra föl kellett állni, tessék, mondom, akkor... Én annyira meg voltam hatódva a kedvenc színészem példaképpen, hogy ott állok előtte 19 évesen, de nagy, mit hozott? Hát mondom, hoztam kolbászt, meg mindent, majd azt utána, de hogy gitározni szeretnék egy saját dalt. Ellenőr blues, az volt a címe, egy ellenőrről szól, aki megbüntet engem, és akkor álnevet mondok be, hogy Minnya Zavu Ványa. Nagyon édes kis középiskolás dal volt, eljátszottam, és akkor emlékszem, a Kálai Feri bácsi azt mondta, nagyon tanulságos. Hát mondom, meg. Nézi a verseket, velszibárdok. Hát mondom, ez 36 verszak. Mondjuk, hogyha belehúzok, akkor is egy 20 percet. Nem baj, belekezdek, úgy is leállítja. Elkezdtem mondani. Arany János, velszibárdok. Mondom, első verszak, második, harmadik, negyedik, már ott tartottam, hogy 500 bizony dalolva ment lángsírba a velszibárd, de egy sem bírta mondani, hogy éljen Eduard. Lenéztem, hogy nem alszik-e az öreg, nem nézte végig, és nem tudtam mire gondolni, hogy vagy ennyire tetszett neki, hogy a 36 verszakot végighallgatta, vagy délután volt egy haknia a velszibárdokból, és így akarta föleleveníteni. De annyira nem tetszhetett neki, mert igazából nem vettek föl téged. Tehát... Először nem vettek föl, de másodjára igen. És másodjára viszont nagyon jó közösségbe kerültél, mert az osztálytársaid voltak mondjuk például Sej Judit, Anger igen. Zsolt, Fekete Ernő, igen. És még sorolhatnánk a névsor, de nem tesszük, mert hogy Újvári Csaba most készít egy dokumentumfilmet Steve-ék osztályáról, és egy nagyon rövid részletet szeretnénk megmutatni a társaságról. De...
Másik irányba fordulja. Én már itt is néztem volna. Erre hogy vetítitek rá? Arra a pillanatra, amikor felvettek, emlékszem. Nem emlékszem. Azt tudom, hogy valaki panaszkodott, hogy nagyon beleharaptam. Arra emlékszem, hogy valakit megölelek. Az iszonyú boldogság volt. Keszég ült mellettem. Szerintem fölolvasták, nem? Nem az volt? Arra emlékszem, hogy a kamarás után már nagyon izgultam. Hát azt éreztem, hogy enyém a világ. Én rögtön elkezdtem parázni azon, hogy te jó égik, hogy mi lesz. Egyszer csak azt hallom. Másodikban ez már megvolt. Jól van! De gyere vissza! Siess! Ezek a mondatok is teljesen úgy vannak hát benne. Igen, nem a hangol. Hogy a sinkó volt. Ennél a mondatás írni fogsz. Hangfönt, poén lenne. Állj, nem, foly! Jó, 5 percnek. Szünet, amíg megeszem ezt az almát. Vége. Tessék! Azt ne felejtsétek el, hogy a Horvai azért azt mondta, hogy mi nem elsősök vagyunk, hanem nulladikosok. Joggal nem gondolom. Nem dicsértek minket egy évig egyáltalán, és aztán ez a tendencia volt, és szerintem még az is tudott első évben meg az is, hogy egymással lejátszottak minket. Na most tulajdonképpen ez pont olyan, mint egy esküvői videó, hogy csak annak mond bármit is, igen, akinek az esküvője volt, avass már minket be a részletekbe. De azért nagyon-nagyon sok ismert színész kollega lett belőlük, ők voltak az én osztálytársaim, és az esküvői videókon meghatódik az ember, és most ezen is meghatódtam. Mikor forgattuk ezt a kis filmet, akkor nagyon sok régi vizsgaelőadást visszanéztünk, és én abban a korszakomban olyan nagyképű voltam, és magammal voltam elfoglalva, hogy nem vettem észre, hogy az én osztálytársaim milyen zseniális színészek. És ott ezen az osztálytalálkozó napon, amikor levetítette a Csabi, amiket talált ilyen vizsgákat, lenyűgözve néztem, hogy milyen fantasztikus, hogy a nemzedékem legjobb színészeivel járhattam együtt. Jó, egy osztály voltunk, tehát nem volt konkurencia, de úgy érzem erről a 12 emberről, akik itt voltak, hogy olyanok, mintha ilyen színész, tengerész, gyalogosok lennének, hogy bárhova ledobják őket, el tudnak játszani bármit, és körülbelül 2 perc múlva van büfészámlájuk. Mert egy színésznek ez a legfontosabb. Úgyhogy nagyon-nagyon meghatódtam, nagyon erős osztály voltunk, nagyon boldogok voltunk, mi minden évben van osztálytalálkozónk, költészet napján április 11-én összejövünk, nem mindig az egész osztály, de nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, és mindig ugyanarról a dolgokról is. Sinkó Laciról beszélünk, a Sinkó Lászlóról, ő volt az, aki mindig azt mondta, hogy jó szünet addig, amíg megeszem az almát, vége. Mi van? Már vége a szünetnek, dolgozzunk, próbáljunk, úgyhogy nekünk van egy csomó olyan belső történetünk, ami nagyon jó, és hogyha megnézik ezt a filmet, állítólag be lesz mutatva, és valamelyik televízió levetíti, aha, Akkor majd kicsit jobban körvonalazódik ez a történet. A főiskolán azt mondták neked, hogy te majd 50 évesen fogsz jó szerepeket kapni, már nem sokat kell addig várni. Tehát 3 év. Na. 3 év, már nagyon várom, hogy mik lehetnek azok. Én úgy képzeltem, hogy tényleg majd üldögélek a büfébe, néha bemegyek egy-egy mondatra, de már azért játszottam jó szerepeket, hál' Istennek eddig is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. De mikor én ebbe az osztályba jártam, én játszottam mindig az idős szerepeket, tényleg 50 pluszos voltam egyfolytában, bal kezemmel nem volt soha gesztusom, mert abba volt a görbebot. Tehát így éltem le a 4 évemet, és amikor kikerültem a színházba, akkor az én szerepemet, az én szerepkörömet a Sinkó Laci játszotta például zseniálisan, fantasztikusan, úgyhogy rájöttem arra, hogy tényleg várnom kell egy kis időt, viszont az időt arra használom, hogy például ilyen zseniket, mint a Sinkó Laci figyelek, és ellesek egy-két trükköt az ő színészetükből. Egyébként hogy érzed azt, és akkor most a viccet félretéve, hogy most 50 éves korodig is kellene várnod a szerepekre, hogy mennyire vagy foglalkoztatva, tehát mennyire gondolkoznak benned, mennyire kötik le azokat az energiáidat, amik benned vannak? Abszolút leköti. Abszolút leköti. De én soha nem voltam ilyen telhetetlen. Tehát nem volt az, hogy miért nem én játszom a Rómeót.
De tényleg miért nem én játszom? Nem volt bennem ilyen. Például a nagyon jó barátom, ugye, akit már említettem, a Kálói Molnár Peti, benne van ilyen ambíció. Mondtam egyszernek, hogy Petikém, meg kéne csinálni a La Mancha lovagját, hogy én lennék Don Quijote, te meg Sancho Panza. És így a Peti, jó, de nem lehetne fordítva? És tényleg benne volt az, hogy mi lenne, ha ő lenne. És mondom, de Peti, nem lehet, hogy képileg, csak úgy képbe gondolod. Jó, igazad van. Azóta se csináltuk meg. De hát figyelj, bármikor megtehetitek ezt. A heti hetes szereplésed az inkább hozott a konyhára, vagy inkább vitt? Szerintem hozott a konyhára. Egy fiatal színésznek, vagy egy színésznek, hogyha televízióban szerepel, az nagyon jót jelent. Most teljesen mindegy, hogy legyél ott, ismerjenek meg. Szerintem, hogyha csak színházba játszom, akkor nem lehetnék itt a Krizsó Show-ba sem, mert akkor nem annyira ismernek. Van egy pici réteg, aki színházba jár, de hát ugye édesapám Hortobágyon él, hortobágyiak nem nagyon járnak már színházba. Volt idő, amikor itt jártak, édesanyám megszervezte, 3-4 busszal jöttek, hiába egy mondat volt a szerepem, megnéztek, nagyon jó volt. Jós Erzsikém, nagyon jó volt. Hogy szerintem nagyon-nagyon fontos az én életemben, meg az volt a jó, hogy olyan szellemi közegben lehettem, a Gálvölgyi János volt ott, vagy a Hajós Andris, vagy a Parakovács Imre, vagy a Farkasházi Tivadar, akiktől én, mint egyszerű hortobágyi fiú, nagyon-nagyon sokat tanultam. Nekem például az mindig etalon, hogyha a János elejti, hogy ő milyen könyvet olvasott most, hát mondjuk hetente olvas 6-7 könyvet, de úgy érzi, hogy mit kellene, nem tolakodóan azt mondja, hogy olvasd el, hanem mindig úgy elejti, hogy az milyen fantasztikus, és én azokat suttyomban megveszem és elolvasom, és a Janinak mindig igaza van, hogy azok fantasztikus könyvek. Úgyhogy hogy ragad rám valami tőle. Jó, de ezért a kérdés arra is vonatkozott, hogy ezért a heti hetes abban az értelemben megosztó műsor volt, hogy nyilván a véleményeteket a nézők igen. egyik része tapsviharral fogadta, igen. a másik része pedig azt mondta, hogy na én rá többet nem vagyok kíváncsi. Hát ilyen is van, lehet. De gondold el, találkozol az utcán mondjuk egy olyan al, aki nem kíváncsi, és itt éppen köpne, amikor észreveszi, hogy te 2 méter vagy. Akkor mégse. Ugye a televízió mindannyian eddig látszunk. Azt, hogy egy csomó filmben szerepeltél a tehetségednek, vagy például a heti heteses ismertségednek köszönhető? Nem, hogy csomó filmben már nem szerepelek, az a heti hetesnek köszönhető. De még nem voltam a heti hetesben, addig viszonylag voltam sok filmben, pár nap forgatás, egy-kettőt leszámítva. Szerintem azért nem filmezek, mert azért egy idő után már nagyon nehéz szerintem elválasztani azt, hogy tévében szereplő saját magát mutogató ember vagy színész. És szerintem az, hogy tévében szereplő saját magát mutogató ember, hülye névvel, hogy Hajdú Steve, az már nem tud egy karaktert úgy hitelesen megformálni, hogy vele tudnék menni, hogy mondjuk a testből és lélekből én lennék a szarvas. Tehát, hogy elképzeltem, hogy én lennék, aki iszom ott a forrásvízből, nem lehet, arra tényleg egy szarvas kell. Ami egyébként remek film, és imádom. Azért a Houdini című filmben szerepeltél, ugye? Nem mondom, hogy te voltál a főszereplő, de ezért mégis kaptál egy kis szerepet. Ez a nyelvtudás miatt néhány ilyen casting direktor azt gondolja, hogy mivel angol a feleségem, jól beszélek angolul. Nem, de hát ezt nem árulom el neki. És volt egy Houdini című film itt Magyarországon, mini sorozat 4 részből állt, és az Adrien Brody játszotta benne a főszerepet. Biztos megvan, a Zongorista című filmre kapott Oscar-díjat 21 évesen, nagyon helyes fiú, állítólag vannak magyar gyökerei, nem csak én, gyökér, hanem tényleg vannak magyar gyökerei. És akkor kihívtak engem, vagy megkaptam egy szerepet, egy újságírót kellett játszanom, aki kételkedik Houdinibe. És ugye volt egy szövegem, hogy you cheat and can't live, nem tudom, tehát megint úgy beszél. And that you bad man, you are so bad man, I cannot believe you are naughty man. Ilyeneket kellett mondanom. Ez gyakorlatilag egy coachal, egy ilyen nyelv szakértővel egy hónapon keresztül Skype-on Amerikából fölhívtak, és minden nap 3-tól 4-ig ezt gyakoroltam, hogy amerikai akcentusom. I cannot believe you're so bad man, I cannot believe you're cheating. Nem, úgy, próbáltam törni a nyelvemet, hogy legyen, ez még mindig magyar akcentus. Körülbelül 2 hét múlva ez a coach föladta, hogy ez nem lesz. Nem lesz amerikai akcentus, de próbáljuk. Próbáltuk minden.
Egy hónap után oda megyek a forgatásra, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén vettük föl, Adrien Brody áll fönt, én lenn, mint újságíró, 40-en körülöttem, mind magyarok. Próba, you cheated, I cannot believe you're a bad man, you're so bad man. Nézem, mert jól játszom, mert azért úgy figyel a srác, és így megkérdezte, hogy majd felvételen ezt angolul mondom. Erre azt mondtam neki, hogy kiss my Harry arsz, ezt értette, hogy cső, ezt értette. Na mondom, bosszút forralok ellen, nagyon megbántott, hát mindegy, hogy van neki Oscar díja. A fene egye meg egy hónap után idejön, és akkor lealáz mindenki előtt. Mivel magyarok voltak a statiszták, egy tervem volt, hogy magamhoz édesgetem őket. Úgyhogy aki mellettem állt, egyből Sanyikám, jól vagy? Laci vagyok, Lacikám, jól vagy? Beszélgettünk, és egyből... Adnék egy autogramot? Na, hogyne. Mindenki újságíró volt, tehát mindenkinél volt Motesz és Ceruza. Adom az autogramot, közben nézem Adrien Brodyt, már kiabálnak, hogy felvétel. Á, egy pillanat, van moment. Una momento, még egy autogramot leadok, közben nézem az Adrien Brodyt, hogy nézi, hogy mi van. Kis felvétel, megint leállunk, akkor már utána ketten jöttek. Nekünk is, gyereknek, Marikának, jó Marikán. Adrien Brody őszül el, hogy mennyi, mondjuk őszparókája, hogy jönnek még a következő áll hatan. A nap végére mind a 40 embernek odaadtam az autogramomat, ekkor már Adrien Brody dühös volt, megsajnáltam. Megsajnáltam a nap végére, azt mondtam Sanyinak, akit Lacinak hívtak, hogy Lacikán, figyelj már, annyira röstelem, hogy mindenkinek adtam autogramot. Így a nap végén menjetek már oda hozzá, kérjetek tőle is. Erre Laci, hozzá? Ha. Azt se tudjuk, hogy ki ő. Téged viszont mindenki ismer, hát te vagy a Szabó Győző. Leszögezhetjük, hogy Adrien Brodyban nem lett egy életre szóló barátság, meg ez nem, a kezdet, de, ez a közös forgatás. De e-mailezünk. De nem tudom az e-mail címét, de én küldöm. Zavar egyébként, hogy nem hívnak azért olyan sok... Én megmondom őszintén, nem a film szereplés zavar, hanem a filmkészítés. Tehát, hogyha engem őszintén megkérdezel, akkor szeretem a színházat, de valahogy nem vagyok színház néző ember, tehát nem nagyon szeretek színházba járni, de filmet bármikor, filmet napi szinten nézek. Tehát engem a film sokkal jobban elvarázsol, mint a színház. Na de ezzel most tényleg megleptél? Tényleg. Miért nem szeretsz színházba járni? Hát mert úgy is tudom, hogy mi a vége. Ja, tehát értem. Tehát... A darabot ismerem. Nem, azért nem szeretek színházba menni, mert nem tudom. Valahogy jobban együtt tudok menni. Én úgy érzem, hogy a film az egy picit összetettebb. Tehát, hogy tehát ugyanúgy hat az érzékszervemre a film alatt lévő zene, a vágás, a fény, az időbe való utazás, a visszaemlékezés. Úgyhogy én inkább ilyen filmes ember lennék. De filmet is készítenék nagyon szívesen. Én olvastam egy dán tojásról. Képzeld el, az apját megölték, és ki akarta deríteni, hogy ki az apja gyilkosa? Ki volt ő? Omletnak hívták, tudod? Beszélni, nyáj nélkül, de nehéz. Na, de hogy azért addig, amíg filmet készítesz, megmutassuk, hogy azért nagyon sokat szoktál mégiscsak ötletelni, és vannak kollégák, akikkel ezt elég jól tudjátok csinálni. Fogadjuk nagyon sok szeretettel a Krizsó színpadán Steve egyik nagyon jó barátját, Magyar Attilát. Haj, azt hittem a Kálói Molnárt Attila. Jaj, ne! Meg, a tojás! Szeva! Szia! Üdvözlök mindenkit! Ez a köszönésetek ilyen jó? Ő ezt találta ki. Megbeszéltük, annyit gyakoroltuk, hogy hogy kell. Hogy kell, mellé ütni. Mellé ütni. Azt meg se kérdezem, hogy azt mit hoztál, mert nagyon szép darab. Ez meglepetésnek hoztam, mert volt egy ilyen kis jelenetünk, de hát egyből mutassuk, vagy ne, beszélgessünk először, hogy mikor ismertem meg a Győzőt először, mikor találkoztunk vele. Most meg fognak lepődni, mert nem tudom, hogy ti mikor ismerkedtetek meg egymással, viszont azt tudom, hogy állítólag
Steve az esküvője előtt Attilával aludt egy ágyban, tehát... Hát ő volt az esküvői tanúm, az Attila. Én voltam a best friend. Te voltál best ahogy friend. Ahogy angolul mondják. Best man. Best man. Best man. Jó, csak azért, mert... Meg best friend meg is. Friend is volt. Hát ő is tud két szót angolul. Csak nem a megfelelő sorrendben és a megfelelő helyen, a megfelelő szót használom, mert egyébként mindig. Nagyon jól beszélek. És miért pont ő lett a te tanud? Hát nem más nem tudta volna kifizetni a repülőjegyet. Csak belőle néztem ki. Csak én voltam kereső színész akkor még. A többiek diákok voltak. A Steve ugye egy kicsit később kezdte el a főiskolát. Ugye a Kálói Mara Peti meg én elintéztük, hogy fölvegyék. Tehát ugye mondtuk mindig, hogy jön a Steve, jön a Steve. Ki az a Steve? Mi? Jön a Steve, jön a Steve. Így aztán föl is vették, hál' Istennek. Ez sikert. Hát nem tudtad, hogy ezt nekem köszönhetett. Köszönöm szépen. De ő volt az esküvői tanúm egyébként. Úgyhogy nagyon büszke voltam, hogy kint volt velünk ott Angliába. És ugye a lányos háznál az van általában, hogy nem tudom Magyarországon, mert még Magyarországon nem nősültem, hogy a vőlegény a mennyasszonynal nem aludhat egy házban. Nem, itt másképp van. Itt más. Itt aludhat. Hogy van? Itt hát aludhat. Aludhat. Tényleg? Nem tudtam. Tudom, háromszor csináltam, tudom. Mind a háromszorot. Egyszer ki kellett volna próbálnod, hogy nem alszolod. Lehet, hogy tovább tartott volna. Na jó, nem. És ugye akkor kénytelen voltam bekérezkedni, hogy ne fizessek külön szobát. Igen, mert nem engedték meg, hogy ugye ott aludjak. Nem engedték, hogy a lányosháznál aludjak, úgyhogy meg 5 font volt a zsebemben, akkor azt mondtam a fiúknak, jó, legény búcsú, veszek egy korsósat, mindenki ijat egy kortot. Igen, mert egykor sok került 5 fontba. Igen, 1 font annyi volt, úgyhogy utána elmentünk lefeküdni, hát nagy franciágyunk volt, szépen aludtunk. Jó, hát egy legény búcsú belefér. Egy legény búcsú belefér, egy korsó sör négyünknek. Szépen volt álló. Feszbon Béla is ott a Bélus is ott volt, de ő külön aludt. Ő volt a gyerek. Ágyon aludt. Egy ilyen gyerekágyon aludt a Bélus. Na és mindegy, ott alszunk, én már izgulok, hogy holnap esküvő. Fölébredek és azt látom, hogy Attila, ez a nagy francia áron, kicsi ágyon egy kicsit gubbasztva ott üldögél, izzadtan, és így dőlöngél, és azt hiszem a párnának a csücskét így rácsálja. Igen, na Attila, várjál, mert én fogok megnősülni, mi a baj, mi történt veled? És én tényleg, én azt úgy éltem meg azt az éjszakát, én nem hiszek az ilyen okkult meg mindenféle dolgokban, de hát ez egy valóságos élmény volt. Kimentem Angliába, ugye Angliából tudjuk ezeket a sok történetet, meg legendát, ugye a koboldokról, meg mit tudom, kis vörös kantár, zöld kantáros emberek, meg itt, és akkor én valóságként éltem meg a következőt. Fekszem az ágyon éjszaka, én ott vagyok mellette, ő mellettem, a Béla lent aludt a Béla, és egyszer csak azt éreztem, hogy valaki motoz. Hát mondom, de én úgy éreztem, hogy felébredtem, tehát ezt valóságnak éltem meg. És akkor egy ilyen, így lelógott a kezem az ágyról, és akkor én azt láttam, hogy egy ilyen zöld kantáros, vörös kis ember, de ilyen öreg ember, csak ekkora, így egy ilyen 60-70 centis, így jön, majd így tett ki a kezed, így lóg az ágyon, és így megpaskolja a kezemet, majd így riheg, röhög. És tényleg valóságosnak tűnt, és akkor, hát, mondom, menj már a csába, komolyan. És erre megmérgesedett, felmászott az ágyra, én ugye fekszem, ide mászott ide a mellem környékére, hátrafordult, letolta a nadrágját, és így az arcomba. Ekkor ébredtem fel, és ezt látta meg István, és ekkor meséltem el neki, hogy én kobolddal találkoztam, kobold. Nyilván valami... De és kérdeztem, hogy most... de miért félsz ennyire? Azt mondtam, hogy miután leszellentette a kobold, rákiabált, hogy menjem a fenébe, de magyarul mondta ezt, és a kobold elrohant, nem tudta, hogy milyen nyelven van, és attól retteget, hogy szól a haverjainak, és többen visszajönnek. Tényleg így értem, meg ez teljesen valós. Mi volt abban a sörben? Tehát értem én, hogy négyen ittatok egyet, de hogy... Nagyon durva volt. Nagyon, tényleg, én még nem láttam embert így elkészülni az erejével, meg azzal, hogy ennyire megviselte őt ez a... Na de Anglia na, de várjatok, volt, bocsánat. Vidéki Anglia, várjatok. Mindenféle fenyőfák, meg minden. Azt hadd mondjam már el, hogy a feleségem egy ilyen ő-osztály találkozájára elment, Burnley mellett van ez a hely, és ahol ő aludt szálloda, mi ott aludtunk, ott történt ez az ominózus eset. 10 év, 15 év eltelt, és megkérdezte ott a recepcióstól, hogy ne haragudjon már, de az ő esküvőjénél volt két, a vőlegény meg a best man itt aludtak, és hogy állítólag kobolddal találkoztak. Mire a recepciós jó? Ja, akkor a földszint 2-be laktak. Honnan tudja? Á, oda mindig jár egy kobold, és b***ja a vendégeket. Tényleg így. Tényleg.
Hihetetlen. Még se álmodtam. Tényleg honnan ismertek? Ez gyerekkori ismerettség? Vagy ti honnan ismeritek egymást? Tudom, nem emlékszem. Azt tudom, hogy jártunk ki Hortobágyra, és akkor ott volt mindig a Steve is. És, hát, hogy csak én voltam ott. Igen, igen. Tehát aztán már csak ketten maradtunk. Tehát aztán valahogy úgy összejöttünk, mert az anyukája mindig nagyon kedves volt hozzám. Tehát adott, mit is adott? Éva Vermutot adott, és Hubertus. Kísérőnek Hubertust adott, tehát hogy nagyon rendes. Attila nem nagyon iszik, és az első látogatásnál kihívtam őket, hogy jöjjenek el lovagolni. Nem fogjátok kitalálni, kivel jött ki az Attila. Kálló Imolnár Péter. Tehát a Péter benne van minden ilyen történetben. És kijöttek hozzám lovagolni, mert a testvéremnek vannak lovai mai napig is. Jaj, de jó, majd ők lovagolnak. És akkor anyám természetesen terül-terülj asztalkám, ahogy kell. Elkövette azt a hibát, hogy a Hubertushoz Éva Vermutot adott kísérőnek. Nyár volt 40 fok. Tehát Attila illemből megívott hát 4 Hubertus, meg 16 Vermutot, hogy ne ragadjon a szája. Igen. Erre már a 40 fokban úgy lovagoltunk, hogy az Attilát hozzá kellett kötözni a lóhoz. A ló éppen akkor ellett, tehát még egy fiatal kis csikója volt. Nem aki, pont akkor. Nem akkor. Előtte pár hónapra, és az ment elfolytába oda a részeg Attilához, hogy leszedje a lóról, féltékeny volt az anyjára, már hogy a kis csikó. De most gondold már el, de miért? Hát az anyján ül valaki. Azért azt senki nem viselné el, még lónak sem. Jó, utána lovagoltunk, szakadt rólunk a víz, mint most, és befejeztük, akkor már vacsora idő volt, kicsit kihozanodott, de megint édesanyám megetetett minket, beletöltött az Attilába megint egy olyan 23 Hubertus, meg 42 Éva Vermutot, és akkor kitaláltuk egy ilyen bohókás fiatal ötlet, hogy menjünk be Debrecenbe! Menjünk. És bementünk Debrecenbe, a Peti valahogy leszakadt. Lesz, nem, nem is írtam, tudom, hogy lett belőle színész, mert azt itt elhagytuk valahol. Szóval ezek az érdekes élmények összekötnek minket. Meg ez a két izé, amit hoztál, mondd el, hogy mi ez? Ez nagyon régen csináltuk már, és gondoltam, hogy ezzel azért nem megleplek egy kicsit. Erre nem készültem, de tényleg. Volt egy olyan része egy bizonyos előadásunknak, amikor mi tojások voltunk. Ó, de szép is ez. És hogyha ezt megcsináltattuk, mint ugye tojás, mindjárt látszik. De ez tényleg úgy néz ki, mint egy tojás, ez határozottan. Ez nagyon szépen ki van kasírozva, hogy ne odarag. Ja, bocsánat. Szóval azért, hogy volt egy ilyen kis jelenetünk, és azt... Tehát a hűtőben ugye van... Így jó. Hát a hűtőben üldögél két tojás, és az élet nagy kérdéseiről beszélgetünk. Előadjuk. Haj, fú, de hideg van. Miért zártak be minket ebbe a fehér dobozba? Miért? Ez nem fehér doboz, azért van ilyen hideg, mert hűtőnek hívják. Sokkal jobb volt a piacon, a kosárban. Igen, igen, de utána beletettek egy ilyen papírdobozba. Jaj, ne! Tízesével, és idehoztak minket ebbe a hűtőbe. És hol vannak a többiek? A többiek azok már eltűntek, nem emlékszem, mindig kinyílik az ajtó, egy kéz benyúl, és elvesz mellőlünk valaki. Jaj, nem mi voltunk, annak örülj, hát mi még élhetünk. Ilyen szép tojások nincsenek a földön. Az előbb, mikor kinyílt a hűtő, láttam, lobogó vízbe tették őket. Igen. Micsoda? Aztán forró zsírba is a másikat. Össze-vissza tölték! Nem. Én nem akarok ilyen életet! Nyugodj meg! Figyelj, vannak pozitív példák is a tojások életében. Igen. Én olvastam egy dán tojásról. Igen, ilyen családi kötelékben király volt, királyfi volt. Képzeld el, az apját megölték, és ki akarta deríteni, hogy ki az apja gyilkosa. Ki volt ő? Omletnak hívták, tudod, omlet. Nem akarok. Hát, olyan jövő vár ránk, hát mi vagyunk a tojások. Emlékszel még? A piacon, a kosárba, szalmaágyon, ott feküdtünk, és voltak mellettünk ketten a palugyai ikrek. Jaj, Sanyi és Dávid. Úgy hasonlítottak egymásra, mint két tojás. Mint két tojás. Igen. Volt. Talán ez a legjobb hasonlat, igen. És emlékszel, hogy a balettáncos odajött? Igen, odajött egy balettáncos, és emlékszel, mit mondom? Igen, hogy bárcsak nekem lenne két ilyen szép tojásom. Nem akarom ezt az életet. Én tudod, mit szeretnék? Mi? Kinyílik az ajtó. Benyúl értünk egy csodálatos női kéz. Ott van a két tojás a kezében. Aha. Veszi a kis szőrös ecsetét. Aha. És kipingál. Mi? Kipingál, én hímes tojás akarok lenni. Ne, annak semmi értelme. Hát egy idő után betesznek a vitrínbe, és ott száradsz ki. Igen. Hát mindig csak a pennán jár az eszed. Jaj, ne. A pingán. A pingálás jár az eszed.
Mindegy, mi baj? Pengyat mond! Mindegy? Mindegy, de olyan régen mondtam. Régen mondtam a jelenet, ugye? Nem baj, nem baj, Győzi, semmi baj. De ne, figyelj! Nem bírom tovább. Nem. Megvan, kövessünk el kollektív öngyilkosságot. Micsoda? Fogd meg a kezem. Nincs kezem. Akkor, aj, de béna vagy, jó van. Akkor kezdjünk el billegni. Jó. És ha kinyitják az ajtót, kiesünk véletlenül a tantóból. Jó? Tantó? Jó. Jó. Jó, várjál, nyílik. Nyílik, nyílik, figyelj most. Három, és hopp. Hopp. Hajdú színés Magyar Attila rögtönzött jelenetét. Köszönjük. Köszönjük. Látták. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük szépen, hogy itt lehettél. Magyar Attila volt. Az a baj, hogy hiába nem játszottuk ezt a jelenetet 15 éve, tök mindegy, mert gyakorlatilag így lépünk színpadra is, hogy figyelj, ott mi, nem tudom, majd lesz valami, és mindig lesz valami, úgyhogy a másolom egy jó baki megment. Amikor elkezdtük ezt az egész előadást, akkor elmondtam egy idézetet tőled, nevezetesen, hogy az ember tesz néhány kitérőt, aztán sokszor visszatér oda, ami tizenévesen érdekelte. Te most még a kitérőknél tartasz, vagy már visszatértél? Egy picit visszatértem. Tehát én emlékszem, hogy amikor középiskolás voltam, én egyszer gitárral a kezembe mondtam dolgokat ilyen kollégiumi éttermekbe, vagy hogy hívják, ebédlőbe, kollégista társaim ott ültek, és akkor úgy nevettek rajta, meg tapsoltak, és néha egy-egy dalt eljátszottam, például az Ellenőr Blues-t, és nekem volt egy művésztanárom, még gimnáziumban, vagyis nekünk, Jantyik Csabának hívják, és a Csaba az Operett Színháznak a kiváló művésze, és a Csaba egyszer azt mondta nekem, nagyon jó barátok vagyunk, voltunk, és remélem leszünk is, azt mondta nekem, hogy te neked nem is színésznek kéne lenni, hanem ilyen előadó művésznek. És akkor egy fiatal ember akkor úgy egy picit megsértődik, de hát én színész akarok lenni, hát mégiscsak az, hogy ott párban vagy tömegben játszunk, és akkor majd hiszünk, és majd együtt, majd a egyik szerep, meg nincs kis szerep. És az az igazság, hogy ahogy érek be, vagy öregszem, egyre jobban utálom ugye a többieket, tehát egyedül vagyok. Visszatérek ahhoz, hogy olyan jó egyedül lenni, néha egy-egy szál gitárral, néha mondogatni egy jó történetet, ami megtörtént az emberrel. Ugye a néző a színész bankja, tehát éveken keresztül befektet, nem nagyon nevetnek, meg tapsolnak, de eljön az az idő, így 50 felé, amikor már az ember mond valamit, hogy jó napot kívánok, és akkor úgy nevetnek rajta, hogy jaj, mert ez ilyen vicces ember, biztos nevetni kell rajta. Úgyhogy így valóban visszatérek, hogy úgy nagyon szeretek mostanában egyedül lenni egy zakóba, és akkor ilyen kis egyéni műsorokat csinálni, nem egy konkrét darabot. De ezt hogy csinálod? Sehol hogy... még, ja, de hogy úgy erre vágynék. Ja. Egyébként vannak próbálkozások, tehát a játékszínbe szoktam csinálni a box színpadon, nek hogyha meghívnak. Most így a képernyő alján fut egy rövid cím, na az az e-mail címem, és odaírjanak, bármikor elmegyek, meghívhatnak. Ballagást is vállalok, hogyha a gyerek éppen ballag, vállópereken föllépek, békértetésben nagyon jó kis stand-upjaim vannak. Ott el szoktam mondani a férnek, aki válni akar Aditól a harca disznófejű nagyúrral, azt imádják a nők, úgyhogy bármi ilyesmit vállalok. Steven többször szóba hozta, hogy ő énekelt, meg énekelni szeretne, úgyhogy abban maradtunk vele, hogy akkor nekünk is. Énekel egyet, beavatsz minket, hogy mi lesz? Igen, én egy hip-hoppal készültem. Hoppácska! Tehát, hogy jó, hát most műfajokat váltogat az ember. Szerintem a hip-hop az nagyon-nagyon kifejező. Van egy amerikai musical, nem nagyon lehet még hallani róla, Hamiltonnak hívják, nem a Forma 1-esről szó, hanem Alexander Hamiltonról. És ez forradalmi a Broadway-n, mert ez az első hip-hop musical, amiben már nem azok a klasszikus nagy musical számok vannak, hanem nagyon jó, szerintem egy kicsit úgy a 21. századhoz szóló dalok vannak, és annyira elvarázsolt, hogy próbáltam egy ilyen hip-hopba az életemet, a színészi pályámat bele sűríteni, és ugye minden hip-hopba van egy ilyen kis női verzió. Tehát ilyen kis pici, a Beyoncé is úgy beleénekel, hogy jaj, de jó, jaj, de jó. Úgyhogy lesz a kis hip-hop számomban egy sor, hogy
hogy beszélni, nyál nélkül, de nehéz. Egyébként jó, mert tényleg víz kellett volna, mert már komolyan csak a számatapora, mintha egy tapló lenne benne, annyira kiszáradtam. De nem baj, hogy nincs víz, majd így aktuális lesz, hogy ez kellene neked énekelni. Beszélni, nyál nélkül, de nehéz, majd így intek rád, és akkor... De erről nem volt szó, tehát arról volt, hogy te énekelsz. Én, de hát konkrétan... kell, van az úgynevezett női betét, már hogy nem olyan... hogy a női betét dal. Tehát egy repbe kell egy női betét dal, és ja, én Istenem. Vagyok a sárga, te vagy a zöld. Jó, majd szólok, nem egyből jön. Ne, még üljél vissza, nem, engem egy kicsit instruálj. A visszeremet vissza. Ja, értem, jó, de hogy instruáljam, én nem fogok csak úgy én. Tehát most akkor dala lesz, tehát, de hogy mit csinálja. Hogy annyit kellene, majd odaérünk a rebbe, és hogy beszélni. Beszél. Vodka Valika néni tanítványa, kedvenc tanítványa, nem csinálhatja. Nyál nélkül, de nehéz, de bármit énekelhetsz rá. Csak a szöveg legyen, ezzel majd előtte én ezt fogom mondani. Jó, akkor egy ilyen hip-hop. Inkább én vagyok egy ilyen színészi önvallomás, hogy jutottam ide a Krisz Jósóba. Jó, mehet az alap? Menjünk. Elindult? Jó estét! Jó, hogy eljöttek mindannyian ide a Krisz Jósóba. Steve vagyok, a színházi rapper. Hallgassátok történetem. Krisz Jó Szilvi lesz a szólistám. Majd annyit kell énekelni, hogy beszélni nyál nélkül, de nehéz. Jó, akkor kezdem. Na ide figyelj, hey, mert nem mondom el sokszor, ha meglátsz vizes hajjal, elájulsz a sottól. Steve vagyok a telepről, igen, onnan jöttem. A tizediken laktam, de nem éltek fölöttem. Csak az ég volt, ami világ volt, mindig felettem. Ha nyitva volt a hűtő, én mindent megettem. De a Magyar Attila nem játszott soha helyettem. Ezt most komolyan mondom. Na de mindegy, a lényeg a szomorú gyermek évek, de ma már a kólába tudod buborékot kérek. Ez nem volt mindig így, mert volt, hogy nem volt kóla. A haverokkal ilyenkor mi lementünk a túra. Pecáztunk, horgáztunk, élveztük az életet. Fogadásból tücskötettem, bárki bármit kérhetett, ó, bárki bármit kérhetett. Eddig kemény azért, nem? Aztán jött a színház, mi beszippantott. Szerep-szerep hátán, senki nem adott jaktot. Szörnyű volt így élni, mindig csak érni. A színész büfében, a vodkát titokban kérni. A kocsival, a parkolóban mindig beférni. Ha elfogyott a nyálam, akkor is beszélni. Nyál nélkül, de nehéz. Together please. Beszélni. Nyál nélkül, de nehéz. Beszélni, milyen nélkül, de nehéz. De mégis folytatom, hisz ez vagyok én. A szurkul egy anyag, más nevén a tény. De ez most mindegy, és most nem kell félned. A pénznek szaga van, ugye te is érzed. Rapper vagyok, ez az életed. Bennem nem volt és nem is lesz soha félelem. Steve vagyok, ilyen? Igen, a nagy rapper. Jó az Alonso, de legjobb a Vettel. Na meg én, aki most nektek tolom. Két percen megállás nélkül egyfolytában nyomom. Már csak a szünet kellene, hogy jöjjön, hogy kemény legyen a tojás. Három percig följön, és akkor mi van, hogyha nyers és remereg a széle? A színház mindig 7-kor kezd, és 10-kor van a vége. 7-kor kezd, és 10-kor van a vége. Bizonyám, de hogyha 3-kor kezd, akkor 6-kor van vége. Azt hívják matiné előadásnak, ugye? De csak azért van 6-kor vége, hogy 7-kor elkezdtük, aminek 10-kor van a vége. Így teszek most én is, lelépek szépen, rendben. A színházban, ha dráma van, maradjatok csendben. De ha vígjátékot láttok, hol egy fura alak reppel, jól esik neki az, ha mindenki tapsol. Mondok, tapsol. Köszönjük szépen. Tapsol. Mindenki tapsol, nagy tapsot kérek! Krisz Jó Szilviának, fantasztikus énekesnő, köszönjük szépen! Hajdú Steve volt a vendégem! Köszönjük! Hajdú Steve! Köszönöm szépen! Jaj!
sebész hazamegy, hát nem trancsolza fel a családját. Szóval volt négy van belem, de még van bennem egy... Ahogy a kéményseprő mondaná, hogy a koromhoz képest jól nézek ki. Hogy hívnak? Mondom, Gálvölgyás, s**tok rá engem, hogy hívnak? De nekünk annyi mázdink volt, tehát hogy egy televízió.